Kedves, szeretett testvérek, ezekben a napokban van 100 éves évfordulója annak, az első sortüzek eldördültek az olasz fronton Doberdónál. Többünk nagyszülei ott harcoltak. Márton Áron is, mint fiatal tiszt, ott volt. 3-szor sebesült meg. Hazajöhetett volna, de úgy gondolta, hogy ott a helye a bajtársai között. És tudjuk jól, hogy világháború, ami kimondani is szörnyű, több mint 650 000 magyar katonának az életébe került, elvesztődött. És Márton Áron is sok más társához hasonlóan hősiességért, áldozatáért kapott egy év várbörtönt Brassóba. És mikor kiszabadult ez a fiatal ember, hazament Csíkszentdomokosra, és egész nyáron kasszált. Hogy mi lehetett az ő szívével, mikor Kassa hegyével azt a kiperzselt szőrfüvet felszedte, nem tudom. De őszire megszületett benne a döntés, elment, jelenkezett teológiára, és önmagát, mint egy fogadalmi kápolnát, az akkori nagy világégés után Istennek ajánljon. És tudjuk jól, hogy ez az áldozat mennyi gyümölcsöt hozott a mi népünk, nemzetünk számára. Őseitek is. Én úgy tudom, 1927-ben, a nagy világégés után, Trianon után, 3-szor leégett a falu. Olyan viharok voltak, hogy elvitték a templom tetejét. Könnyű lett volna elkeseredni, könnyű lett volna elengedni magunkat, hogy ilyen rossz a világ, hogy nincs Isten, hogy elengedni mindent. De nem elkeseredtek ezek az emberek, hanem verejtékes munkával útat vágtak itt a Bozótba, fogadalmi kápolnát építettek, és kijöttek életükből egy napot minden évben, Istennek ajándékoztak azért, hogy ebbe a völgybe, ezen a vidéken újból béke legyen, szeretetbe, jólétbe tudjanak élni az emberek. Igen, testvéreim, a nehézségek, a gondok között a legkönnyebb elkeseredni, a legkönnyebb elengedni a gyeplőt, hagyni azt, hogy sodorjon az élet. Őseink nem ezt tették Márton Árontól, a ti felmenőitektől nem ezt tanuljuk. Ők küzdöttek. Ők tudták azt, amit minden székely ember tud, ha a föld nem terem, akkor azt meg kell ganyézni, azt felejtékes munkával, értéket kell abba a földbe beleásni, és meghozza az akkora maga gyümölcsét. Nem igaz? Ugyanígy gondolom a mi korosztályunknak is tudnia kell, ha gondok, bajok vannak, akkor nem a kétségbeesés, nem a pálinka válasz, nem a megoldás az, hogy szidjuk a világot, az Istent és mindenkit, összeesküvés elméletekről dadogunk, hanem az a megoldás, hogy nekiállunk, és verejtékes munkával, imádsággal, szeretettel, összefogással megóvjuk mindazt, amit Isten nekünk ajándékba adott. Olyan érdekes, amikor leszálltam az autóról itt a templom előtt, egy asszony jött oda hozzám. Egy asszony, akinek a gyermekét Déván mi neveltük fel. Elmondhatom a nevét is, Kovács Szerénke, mert büszke vagyok erre a gyermekre. 5. korában írt egy levelet, és azt írta le, hogy papbácsi, vigyere linken, engem innen menj, itt meghalok. És ez a levél eljutott a plébánoshoz, elküldte ő az érsekatyához, az érsekatya elküldte nekem, és én eljöttem ide etédre, akkor még ott lakott a család. És olyan döbbenetes, mert falu végén egy elhagyott kis ház, hogy mondjam, se villany, se semmi, nagy-nagy szegénység. És akkor bementem az iskolába, és azt mondották ott, hogy hát az az igazság, ez a gyerek beszélni se tud, azt se hitték, hogy ő írta volna azt a levelet,
Hát azt mondják, az egy nagyon elmaradott kislány. És én őszinte legyek, annyira nem láttam fantáziát, vagy azt is mondták, hiába viszem el a nagyvárosba, hát itt falun nem állja meg a hely, mi lesz vele ott? És hazamentem Szeredába, odavalósi vagyok, és egész éjjel az ágyba forgolódtam, és azon gondolkoztam, hogy lám, valaki egy palacba küldött nekem egy levelet. Bajba van, én oda mentem, és ott hagytam. Másnap visszajöttem, és megkérdeztem, akarsz-e iskolába menni? És azt mondta, igen. Nem azt kérdezte, hogy ki vagy te, honnan jöttél, hanem azt, hogy szeretnék tanulni. Elvittük Dévára, és nagyon nehezen ment az ő élete. Bukdácsolt. Nyolcadikba újra kellett járja az évet, úgy sok elmaradás volt benne. Ezt csak azért mondom el, hogy ugye itt a szülőket, nagyszülőket, tanárokat vigasztaljam. Emlékszem, hogy beültettem az autóba a leányzót, és elindultam Szeredába. Ugye egy tanárnak, pedagógusnak az kudarc, hogyha az ő gyermeke megbukik. Hát már 8-ban 3 éve neveltem, és még mindig sehol semmi. És emlékszem, vezettem az autót, és közben mondtam, bíztattam, hogy tanulni kell, hát ne engedd el magadot, küzdjél. Hát te is, hogy mondjam, rakjál értéket az életedbe, időt, energiát, és értékesebb lesz a te életed is. És hát mondtam ezt legalább, hogy 100-200 kilométeren keresztül, különféle szavakkal, hogyha nem tanulsz, akkor megesznek a tetvek, meg hát amiket ilyenkor mond egy egyszerű székely ember, én is mondtam ezerrel. És emlékszem, hogy mikor úgy már ott valahol keresztül környékén voltunk, Déváról jöttem, kérdem, na most mi van benne, mi maradt meg a fejecskédbe? Mit csinálsz te? Azt mondja, számolja a csíkokat az út közepén. És mondta, hol jársz? Hát ugye abban az időben nem sok csík volt húzva még az útakon, azt mondja, 3800 valamennyinél. Hát én azt hittem, kiesek az autóból. Na, hiába beszéltem egy csomó. Na de most olyan büszkén mondhatom el, ez a leányka leérettségizett Déván, elment Kolozsvárra, Bábesbólyain elvégezte a pszichológiát, és olyan eredményei voltak, hogy annak alapján kiküldődött Angliába, és elvégezte a 3. évet, jövőben doktorál, pszichológiából. Miből? Az erdélyi gyermekvédelemből. Ha nekem akkor valaki mondta volna azt, hogy Csaba testvér, ott ügyelj, miket mondasz ennek a leánkának, mert ez nem hülye, ez megjegyzi, ez majd doktorál belőled, nem hittem volna el. Testvéreim, ne higgyük el azt egymásról, hogy hitványok vagyunk. Ne higgyük el azt, hogy te rossz vagy, te se hidd el magadról. Isten selejtet nem teremt. Isten hiszem, hogy mindenkivel belerakja az ő kegyelmét, áldását, ajándékát. És nekünk, ha egymást szeretjük, ha egymást bíztatjuk, ha egymás honya alá nyúlunk, akkor a másikból mindaz a csoda, ami benne van, kijön belőle. És olyan döbbenetes, mert ez a leányka etéden egyedül ő érettségizett, és ő végzett egyetemet. Ő fog doktorálni az összes korosztályából. Pedig voltak ott ügyesebb, okosabb gyerekek. Mert bíznunk kell egymásba, bátorítanunk kell egymást, segítenünk kell egymást. És olyan szomorú, elmondhatom azt is, hogy ennek a leánkának a féltestvérei analfabéták. Fogjunk össze, hogy Mártonáron nem elkeseredett a csomó nehézség, fájdalom, Trianon, világvége közepette, hanem nekiállt és tanult, küzdött, talprált, és nem csak a maga életét, hanem népe életét is meg tudta változtatni. Ugyanezt mondom mindannyiunknak. Igen, vannak gondok, vannak bajok, vannak nehézségek. Biztos, ezt senki nem tagadja. De higgyétek el, hogy mi erősebbek vagyunk, mint a bajok, mint a nehézségek, mint a gondok. És ha összefogunk, meg tudjuk oldani. Nem hiszem, hogy egy tanár, egy pedagógus olyan feladatot adna a gyereknek, ami meghaladja az ő képességét. Azért adja, hogy ez a gyerek azt megoldva ügyesebb, okosabb, értelmesebb legyen, nem igaz? Nem összetörni akarod a gyereket azzal a feladattal, hanem nagyobbá tenni, kibontakoztatni.
Az az edző, mikor a gyermeket elkezdi formálni, alakítani, sportra fogni. Nem összetörni akarja azt a kis testet, hanem azt szeretné, hogy bajnok legyen belőle, hogy nagy legyen, hogy erős legyen. Hát kérdem én, testvéreim, vajon a jó Isten a feladatokkal, amiket a népünk elé tesz, azzal össze akarja roppantani a székely népet? El akarja törülni a föld színe alól? Nem hiszem, testvéreim. A feladatok, amiket megoldunk, azok által leszünk nagyjá. Vállalnunk kell a feladatainkat. Vállalnunk kell a harcainkat. Igen, ne mondja nekem senki azt, hogy nem éri meg bevetni a földet. Nem éri meg elültetni azt a diófa csemetét. Ne mondja senki, mert azáltal, hogy elülteted és öntözöd és nagyra növeszted, azáltal te magad nősz nagyjá. Te leszel erősebb, te leszel több, te leszel gazdagabb. Hogy mennyi pénzt adnak azért a dióért, az mellékes. Úgyis a pénz az olyan, ma van, holnap nincs, elmegy. De te megmaradsz. Munkáddal önmagadot formálod. Erőfeszítéseddel, küzdelmeddel magadot szenteled meg. Máré falván van egy paptársam, és ő mondotta, hogy olyan sovány ott a föld, azt mondja, hogy hát abból megélni nehéz, de üdvözülni mellette biztos, hogy lehet. Igen, én hiszem, hogy Székelyföldön vannak gondok, de innen is lehet látni a napot. Ahogy Pilinszky János mondta, hogy végtelenül jól van minden, ahogy van, mert minden tetőről lehet látni a napot. Igen, én hiszem, hogy Székelyföldről sincs messzebb az ég, mint Londonból, vagy New Yorkból, vagy bárhonnan. Ezért maradtam én itthon, és ezért imádkozok azért, hogy igen, itthon maradjunk. Hogy ne engedjük el egymás kezét. Hogy megtegyünk mindent, hogy igen, Szerényke is ott Londonból, ha összeszedte azt a diplomát, jöjjön haza, jöjjön vissza a szülőföldjére, és itt fogjunk össze. Ugye pár nappal ezelőtt ugye azt mondják, hogy olyan dzsumboly volt itt a kápolna körül is, mint ott arrébb. Látszik még a száraz ága. Kijött néhány férfi fészivel, fűrésszel rendet csinált, nem? Egy föld, ha megműveled, az jobban terem. Ne a kétségbeesés útját válasszuk, ne az elkeseredés útját válasszuk, hanem Márton Áron példájára, őseink példájára, az imádságot, az áldozatot, a munkát válasszuk. És az áldozat, és az imádság, és a munka meg fog bennünket menteni. A kétségbeesés, a csüggedés, a reményvesztés az elnyer, mint egy óceán. Hiszem, hogy van remény. Hiszem, hogy nem mögöttünk van Erdély aranykora, hanem előttünk van. Nem tudom még, hogy lesz, de az biztos vagyok benne, hogy Isten, aki a jó munkát elkezdte, nem fogja abba hagyni. Viccesen mondtam a gyerekeknek is, ugye a mennyei atya, 4,5 milliárd évvel, a tudósok legalábbis azt mondják, elkezdte ezt a Föld nevű projektet futtatni, nem? Hát nem hiszem, hogy elfáradt volna az Isten. Egész biztos, hogy vannak neki ötletei, hogy ha elhozott az ősrobbanástól idáig, akkor tovább is fogja vezetni az emberiség útját. Hogy vannak nehézségek, vannak gondok, ez így igaz. De mi vállaljuk a munkát, mert olyan vezérünk, királyunk van, mint Jézus Krisztus. Adja az Isten, hogy tényleg mindannyian merjük megfogni a reménység, a szeretet, a hit atyájának a kezét, Jézus Krisztus kezét, és merjünk elindulni. Hát aki úgy gondolja, hogy ezen az úton tovább akar menni, hát nem mondom álljon fel, mert legtöbben álltok, de a többiek álljanak fel. Imádkozzunk az Úrhoz. Urunk Istenünk, itt Atya felett ezen a szép hegyen megszólítunk téged, és arra kérünk, adj bátorságot gyermekeidnek, hogy merjék megfogalmazni, szívük mélyén kimondani mindazt, amire vágynak. Az egyház nevében azért imádkozok, hogy áld meg Ferenc pápát, 21. század nagy prófétáját,
hogy lelkipásztori céljait, terveit mindannyiunk javára valóra tudja váltani. Imádkozok atya községért, drága jó plébános úrért, polgármesterért, a falu tanáraiért, tanítóiért, minden egyes lakójáért. Áld meg őket erővel, egészséggel, békességgel. Kérünk téged, hallgass meg minket! Különös szeretettel imádkozunk azokért, akik elvándoroltak erről a vidékről, akik talán most is messze idegenbe élik életüket. Urunk Istenünk, arra kérünk, önts szívükben, szülőföld iránt oldhatatlan szeretetet, és hozz vissza közénk, hogy testvérekként békében építhessük itt Erdély országba a te országodat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, add, hogy a nehézségek, a gondok közepette boldog emlékű Márton Áron példájára mi is ne a csüggedést, hanem a munkát, a tanulást, az erőfeszítést vállaljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket! És végezetül halottainkért imádkozunk. Áld meg temetőinkbe nyugvó testvéreinket, adj nekik örök nyugodalmat, te, aki jössz és uralkodol. Mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a szeretetek.